Jó, na, sziasztok! Hát, hogy elértük a 2000 feliratkozót, úgyhogy csináltam is egy kis videót, még múlt héten, hogy jöhetnek a kérdések, úgyhogy most ez egy ilyen egyszerű kérdések-válaszok videó lesz, úgyhogy kezdjünk is bele. Kezdjük a YouTube-os kérdésekkel, mert YouTube-on meg Instán is tettem föl. Kezdjük Gáborral. Kovács Gábor, unokatesóm, csá! Gábor kérdése, egy elég jó kérdés egyébként. A sok-sok túra közül melyik volt a legnehezebb? Plusz volt-e arra példa, hogy a társaknak kellett buzdítani, hogy gyerünk, ne add föl? Ez nagyon jó kérdés egyébként. Na szóval, ezt szedjük két fele. Mert ugye vannak ugye a gyalogtúrák, meg vannak a bringás túrák, nem tudom melyikre vonatkozik a kérdés, de mind a kettőt megválaszolom. A gyalogtúráknál az a helyzet, hogy a legkeményebb túrák azok a legelején voltak nekem, mert ugye akkor még nem volt nagyon tapasztalatom, se felszerelésben, sem így a ilyen nyújtásra, meg ilyesmivel kapcsolatban, hogy kell magadra azért kicsit jobban vigyázni. Úgyhogy nekem a legkeményebb túrám, azt mondtam, az OKT-nek a második szakasza volt. Nem tudom már, hogy pontosan hol. Igen, a Farkaserdőben jártunk akkor éppen, és esett az eső, aszfalton mentünk, bakancs volt rajtam, ami persze beázott, és olyan szinten szétkapta a lábam, hogy alig bírtam utána talpra állni. Tehát ez nem volt egy megerőltető túra, mert nem voltak benne emelkedők, meg ilyesmi, de az volt nekem így a legkeményebb. Így visszatekintve, és ahogy haladunk előre, egyre tapasztalatom van, így igazából ezek a túrák egyre könnyebbek. De hát ugye ezek még mindig ugye magyarországi körülmények, úgyhogy lehetne ezt fokozni, hogyha kicsit elmennék külföldre, de hogyha kicsit van egy kis tapasztalatod, akkor szerintem az itthoni túrákat, azokat viszonylag könnyen le lehet tolni. Legalábbis amiket én csináltam eddig, persze még nem voltam mondjuk a Mátrában, meg ilyesmi. Bringával legkeményebb túra, hát az a Divide. Az a Hungarian Divide volt most. Az egyértelmű, hogy a Hungarian Divide volt a legkeményebb. Arról nagyon sokat beszéltem, azt tényleg ilyen fizikailag, meg mentálisan is az eléggé meg tudja recsenteni az embert. Fizikai ugye azt még lehet viszonylag kezelni, de a mentálisat az kicsit nehezebb. Inkább nekem az volt. Én azt hittem, hogy fizikailag rosszabbul fogom bírni, de inkább mentálisan bírtam kevésbé. Ja, voltak mély részek, de ugye Gábor mindig akkor mondta, hogy mindig úgy kell felfogni, hogyha most szar, akkor ennél csak jobb lesz. És hogyha jó, akkor viszont föl kell készülni arra, hogy lesz majd szarabb, és ki kell élvezni azt, hogy jó. Úgyhogy ez jó taktika volt, és működött. Úgyhogy ez volt a legkeményebb. És volt arra példa, ez a plusz kérdés, hogy a társaknak kellett buzdítani, hogy gyerünk, ne add föl. Hát gyalogtúrán így nagyon nem. Nem nagyon, ahogy visszagondolok, nem nagyon volt ilyen szerintem. A bringatúra meg, amit előbb elmondtam, hogy Gábor buzdított. Hát meg régebben persze voltak olyan túráink, amikor itt egy emelkedőn kellett fölmenni, még ez a nagyon régi Irakban, és akkor ott bundu haverom így mondta, mentünk fel egy emelkedőn, igen, és akkor így nagyon kemény volt az emelkedő, arra emlékszem, és így mondta, hogy nyomni kell, nem szabad megállni az emelkedő tetejéig, és így nyomtuk, és így tényleg rohadt jó érzés volt, amikor így felértünk, úgyhogy hát ilyen buzdítások persze voltak, de hogy kb. Így ennyi nagyjából. Oké, nézzük a következő kérdés. Tudom, off-topic, ezt Tom Mira kérdezi. Tudom, off-topic, és lehet, hogy volt is már, de a sajtokról, a sajtkészítésről nem akarsz beszélni? Mik a jövőbeli tervek, túrák? A sajtokról nem nagyon szeretnék, mert ez elég sok dolgot így is megmutatok az életemben, és ezt nem szeretném annyira. Valami maradjon azért privátban. Tudnék egyébként itt a sajtokról is csinálni videót, meg kint is ugye vannak a dolgaink, az állatok, meg a kis erdőnk, meg stb. Abban is már sok mindent megmutattam így is, azt kicsit így meg akarom hagyni privátnak, úgyhogy nem tervezek erről a témáról csinálni, meg nem is nagyon vágna így bele ebbe az outdoor dologba. Egyébként a podcastben már beszéltem a sajtokról, úgyhogy azt meg tudjátok hallgatni, nem tudom már melyik epizódban, megpróbálom majd megkeresni és belinkelni. Jövőbeli tervek, túrák, nagyon sok terv van, csak idő és pénz hiány van. Általában ez a kettő. Idén szeretnék még azért egy alkát lenyomni, egy háromnaposat mindenféleképpen jó lenne. Ilyen nagy bringatúra az már nagyon szerintem nem lesz. Hát most már gyalogtúrák jönnek valószínűleg, úgyhogy alkázunk, OKT-zünk, ami éppen sikerül. Jó, köszönjük a gratulációkat, itt azért van egy jó pár. Ezeket most nem olvasom föl, és akkor... Igen,
Gerhard Botond kérdés. A következő lesz még ilyen sűrűn biciklis videó, így, hogy vége a diváros őrületnek. Hát nem, hogy előbb mondtam már, most már valószínűleg kicsit inkább átmegyünk a túrázás fele. Most már annak jön a szezonja. Imricsko 22 kérdezi, mi a véleményed az alföldi kék túrán való kerékpározásról? Mi a barátaimmal 2019 óta kerékpárral járjuk, annak ellenére, hogy az MTS kivonta a kerékpáros teljesítési lehetőséget. Idén jártuk be a 7-8-as szakasz, nem volt egyszerű, de végignyomtuk és hatalmas élményekkel gazdagodtunk. Igen, persze, abszolút, aki szeretne, az menjen bringával az alkán. Úgyis nagyon szép, de nem véletlenül vonták ezt ki a teljesítésből hivatalosan, mert nagyon sok helyen nagyon nehezen járható az alká. Főleg ugye a Bács-Kiskun megyei részen, meg ott azokon a homokos részeken, ahol tényleg nyáron ilyenkor, vagyis hát amikor nincs csapadék, akkor kb. Esélytelen, mert ilyen futóhomok van. Bringáztam már ott, és nem annyira jó. Még Montival sem, pedig Montival is mentem ott, 2-2-es gumival, de az is süllyedt rendesen. Úgyhogy, és akkor még állítólag azért vannak elég rossz részek, ugye így a tőlem északabbra lévő, tehát az ilyen Hajdú-Bihar, meg ezeken a részeken is. Úgyhogy lehet, persze lehet bringába menni, én is azzal szerettem volna a legelemét teljesíteni, de aztán elkezdtem gyalog, és rájöttem, hogy gyalog rohadt jó. Gyalog is rohadt jó, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy menjen gyalog. Ezt már jó sokszor elmondtam a videókban, de most is elmondom. Én azt hiszem, hogy itt ennyi kérdés van. Nézzük az Instát. Erdő legyen veled, Miki kérdése, mikor megyek. Szeptemberben emeltőleg eljutok a Bakonyba, és akkor összefutunk, majd írok. Lesz-e még geográfus? Ezt Horváth Zoltán kérdezi. A videózást jól nyomod, csak így tovább. És akkor ő kérdezte hasonló kérdés, hogy miért nem vagy geográfus? Mit csinálnál konkrétan, ha a szakmádban dolgoznál? Hú, ez kicsit hosszú történet, megpróbálom röviden összefoglalni a dolgokat. Ugye geográfusnak tanultam, aki nem tudja, 5 évet nyomtam be az egyetemen, Szegeden, és de már a BSC-nél tudtam, hogy valószínűleg nem ebbe fogok elhelyezkedni, de mivel az állam fizette, ezért gondoltam elvégzem, úgyhogy megcsináltam az MSC-t is, de ugye akkor benne voltam már azért erősen a családi bizniszben, mindig járkáltam ugye vásárokra, meg fesztiválokra így árulni, azt nagyon szerettem mindig is, hogy így lehet beszélgetni az emberekkel, meg így eladni dolgokat, ez nekem valahogy közel állt hozzám. Valószínűleg ezért is kezdtem el videózni, mert így megtanultam ott kb. Így kommunikálni valamennyire, mert buszáj volt. És azért nem lettem geográfus, mert láttam, hogy ez a biznisz ez itt működik, és vonzott ez az egész dolog, hogy így magamnak csináljak valamit. Soha nem voltam alkalmazott viszonyban. Ez egyébként lehet, hogy gond, mert nem tapasztaltam meg, hogy milyen alkalmazottként dolgozni, de én szeretem ezt a magánzódást, hogy gyakorlatilag én alakítom ki a dolgaimat, ha rosszul csinálok valamit, akkor én szívom meg, úgyhogy úgy kell dolgozni, meg úgy kell mindent csinálni, hogy magadnak teszel rosszat, hogyha valamit elszarsz. Viszont azért ennek is vannak nehézségei, mivel ugye majdnem minden nap dolgozunk, nincsen ünnepnap, nincsen hétvége, de 8 órázni is nehéz, ez is nehéz, az is nehéz, mind a kettő nehéz. Jó, ezt most zárjuk le ennyivel. Következő kérdés, Hankó Gyuritól jött, Art Wolf Cycling, külföldi bringás túra van tervben, vagy legalábbis vevő lennétek egyre? Nagyon, nagyon sok minden tervben van, Gyuri. Levő lennék rá, igen, csak nincs rá időm. De jó lenne nagyon, nagyon. Én még csak Ausztriában bringáztam így külföldön, de jó lenne Erdélybe is kimenni, mert ugye ott vannak barátaim is, meg vannak nagyon szép utak, hogy bármerre kimenni külföldre, de nagyon ez most nem jött még nekem eddig össze. Aztán vannak itt ilyen troll kommentek, ezeket most nem olvasom föl. Perko Insta kérdezi, miért pont Róz? Hát azért Róz, mert amikor ki kellett választani a bringámat, akkor ez volt a legoptimálisabb dolog igazából. Így volt a kritériumok, az, hogy 1x11 sebesség legyen, meg az, hogy karbonváz legyen, meg az, hogy jól nézzen ki, meg ki tudjam azért fizetni. És a Canyon meg a Róz versenyeztek nagyon egymással, de a végén igazából a Róz azért nyert, mert sokkal jobban tetszett, mint a Canyon. Ugye én a Canyonnak a... mi volt? Mi annak a neve? Kenyonnak ugye volt akkor ugye a alugravel bike-ja, meg volt ez a hoverbáros, ahol ez a dupla kormányos cucc van, és nekem az annyira nem tetszett, meg abból ugye nem volt 1x11 sebességes, csak valami magasabb szintű SRAM-os szettel, ami baromi drága volt, úgyhogy a Rose-nak ott volt az 1x11-es GRX 600-asa, baromi szép a bringa, nekem nagyon-nagyon tetszik, és így ezért lett Rose. De igazából előtte, meg azóta sincs így a márkával nagyon nagy, nem vagyok ilyen fanboy vagy ilyesmi, csak ez a bringa volt a legjobb, ez tetszett a legjobban, ez volt a legjobb választás akkor. Ha most kéne venni, akkor lehet, hogy Canyont vennék, mert ugye most már van a Canyonnak a grizzője, és az elég jó bringa. De ha nem, most kéne venni, nem vennék, mert nem menne rá pénzem. Ugyanis most képzeljétek el, én 2250 euróért vettem a Rózsit,
És annak az új verziója, a mostani új verziója, valami 3300 euró, vagy valami ilyesmi, ami üszkve forintban kétszer annyi, mint amennyire én vettem annó rózsit, úgyhogy most kéne venni bringát, akkor nem vennék bringát, nem menne rá pénzem. Jó, azt mondja, Nature Greti 88 kérdezi, mi az eddigi best túra helyed itthon? Szerveznél-e a nézőidek közös túrát? Best túra helyed itthon? Ez nehéz. Hát a Balatonfelvidék, tudjátok, az nekem a szívem csücske, azt nagyon szeretem. De nekem nagyon tetszett például az Alföldi kék túrán az Illancsi rész. Azt nem tudom, azt én nem mondtam olyan sokszor, de az Illancsi rész az nagyon-nagyon szép volt, az tetszett, az ilyen nyugis volt, meg tényleg az ilyen világvége kb. Úgyhogy kb. Ezek a kedvencek. Közös túrát előbb-utóbb majd szeretnék igen veletek. Nem tudom mikor, mert viszont szervezni nem szeretek dolgokat. Szervezés, nagyon sok mindent szerveztem. Annó ilyen nagy szervezős voltam, de aztán rájöttem, hogy szervezni fos, meg szopó. De veletek majd előbb-utóbb egy közös túrát csinálunk, csak még nem tudom miért. Valakinek van valami ötlete, vagy ilyesmi, vagy szeretne ebben segíteni, az írjon kommentben. Jó, ha valaki megszervezi nekem, akkor én elmegyek szívesen. Azt mondja, hogy mi van még? Oké, szerintem itt nagyjából meg is vagyunk. Várjál. Igen, van még egy értelmes kérdés. Pénzes Ádám, jövőt tekintve milyen terveitek vannak a videózás kapcsán? Nincs. Csináljuk. Ezt csináljuk, amíg van rá idő. Amíg van rá idő, meg lehetőség. Nem tudom, szeretem csinálni még mindig. Tök jó, hogy itt vannak mellettem a többiek, a Lángoló Talpas csapat is, meg ugye ott van Laci, meg Dani, meg Gábor, akik ugye elég sokat szerepelnek mostanában a videókban. Látszik, hogy ők is szeretik csinálni, ők is élvezik ezt az egészet. Laci most főként látom, ugye ő mióta podcastelünk, azóta ő nagyon benne van ebbe, és ugye most ő is elkezdett csinálni ilyen kis videókat, és már egész jókat csinál. Ugye ő csinálja a podcastünkre az Instagram, meg a TikTok videókat is, most ő csinálgatta, úgyhogy csekkoljátok le azokat. Tanítgatom a videóvágásra, és tényleg egész jó belejött már. Úgyhogy nem tudom, nincsenek tervek, ennyi a terv, csináljuk, aztán majd lesz, ahogy lesz. A lényeg, hogy nézzetek, és hogyha néztek, akkor tudjuk majd csinálni még jó sokáig. Meg meséltek rólunk az embereknek, ismerősétnek, barátoknak, tudjátok, és akkor bővül a közösség, és minél többen vagyunk, annál könnyebb lesz így a jövőben, mert ugye most meg így könnyű nekem, mivel egyedül vagyok, nincsen családom, a munkám mellett megengedhetem magamnak, van annyi szabadidőm, hogy ezt meg tudjam csinálni, aztán ha véletlenül valami bejön, akkor meg majd látjuk. Na jó van, oké, nem akarok itt tovább lelkizni. Nagyjából ennyi ennyiek a válaszok, úgyhogy köszi a kérdéseket, aztán majd 3000-nél majd megint csinálunk egy ilyen kérdések-válaszok videót, úgyhogy ez most így ennyi, dobjátok, tudjátok a lájkot, meg a diszlájkot, és akkor találkozunk legközelebb, megiratkozzatok föl, mert akkor nektek jó lesz. Na cső!